Az év eleje óta az első negyed évben egy lendületes arany árfolyam emelkedést láthattunk, az évet még 1150 dollár környékén kezdte az arany árfolyama, aztán húsvét környékére eljutottunk 1290 dollár fölé, ott megtorpant az arany árfolyam eddig látott emelkedés, ez bő 10%-os árfolyam nyereséget jelentett az idei első hónapokban. Egy korrekció vette a kezdetét, ez egy szükséges velejárója az árfolyam emelkedéseknek, hogy megtorpan, megáll a piac, a spekulánsok realizálják a nyereségüket, adott esetben váltanak a long oldalról a short oldalra, a korrekciót próbálják kihasználni, az árfolyam esésen akarnak nyerni. Az ilyen korrekciókat valami kiváltja, általában van a technikai tényezők mögött valamilyen konkrétum is, talán az idei a mostani aranyárpiaci korrekció kiváltó oka az lehet talán, hogy azok a konfliktusok, amelyek húsvét táján felerősödtek a világban, geopolitikai konfliktusok némileg csillapodni látszanak, húsvét környékén avatkozott be az Egyesült Államok a szíriai polgárháborúba, ez irritációt okozott az oroszoknál, egyidejűleg Észak-Koreával is konfliktusba kerültek az amerikaiak, de mindez egy picit csillapodni látszik ebben a pillanatban, egyidejűleg az európai politikai válság is egy nyugvópontra került itt az utóbbi hetekben, napokban. A francia elnökválasztásra figyelt mindenki. Az elnökválasztást megnyerte a mérsékeltebb jelölt, az európárti jelölt. Az euroszkeptikusok nem tudtak nyerni. Tartományi választások voltak Németországban, ott is az euroszkeptikusok eléggé lemaradtak a korábbi várakozásokhoz képest. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy azok a félelmek, amelyek az Európai Unió jövőjével kapcsolatban előkerültek az utóbbi időszakban, a Brexit óta, ezek csillapodni látszanak. Mindez kiváltó oka lehetett aztán a kezdődő korrekciónak az arany piacán, és hát a múlt héten rátette erre még egy lapáttal a Fed, az Egyesült Államok jegybanki szerepét betöltő intézmény, amely kilátásba helyezett júniusra egy kamatemelést Amerikában. Hát ezek a kamatemelések Damoklész kardjaként lebegnek az aranypiaca felett. A kamatemelés erősíti a dollárt, egyidejűleg gyengíti az aranyárfolyamát, úgyhogy erre nagyon figyel a piac, és ez a kilátásba helyezett kamatemelés júniusra, ez is aztán visszavágta az aranyárfolyamát. Nem rossz dolog egyébként ez a korrekció, azt gondolom, hogy természetesen nem nőhetnek a fák az égig végeláthatatlanul, ahogy emelkedik az árfolyam, úgy időnként visszább is kell ereszkednie, úgyhogy ez a májusi eső az arany árfolyamában akár még aranyat is érhet az év második felében. Egyelőre a korrekció 1220 dollár környékére vitte le fel az árfolyamot, az imént említett 1290 környékéről, mehetünk a mostani árszintnél még lejjebb is, 1200 dollár alá is, egy támaszszintünk lesz, aztán technikai támaszszintünk 1190 dollár környékén, ez megfoghatja az árfolyam mostani esését, itt stabilizálódhat a kurzus, és ismét elkezdhetünk emelkedni. Nem biztos azonban, hogy ennyi volt ez az egész korrekció, lehet, hogy még itt a nyár folyamán hosszan elhúzódó oldalazást láthatunk, pangást láthatunk az arany árfolyamában, de úgy tűnik, hogy élénkül az ázsiai kereslet, az indiai, kínai kereslet, és ez adhat igazán majd talán az év második felében lendületet az árfolyam növekedésnek. Az biztos igaz, hogy az 1300 dollárt újra át kell törnie az arany árfolyamának ahhoz, hogy aztán további lendületet tudjon venni 1400 dollár környékére. Bízunk benne, hogy ez a májusi eső valóban aranyat ér.